Nagy vita volt az Európai Parlamentben, Strasbourgban a lengyel demokráciáról. Az unió részéről élesen bírálták a Varsói Alkotmánybíróság döntését, amely szerint a nemzeti jog felülírhatja az uniós szabályokat. A jogállamiság összetartja az uniónkat, ez fontos az alapvető értékek, a demokrácia, a szabadság, az egyenlőség és az emberi jogok szempontjából, mondta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen felsorolta, milyen eszközök állnak a bizottság rendelkezésére a jogállamiság védelmében. Pénzbírságot szabhatnak ki, felfüggeszthetik a szavazati jogot, és befogyaszthatják az uniós forrásokat is. Azonban ezek közül még egyik szankcióról sem jutott döntésig az Európai Unió. A lengyel miniszterelnök a ráeső 5 perc helyett 33 percig beszélt, szerinte hiba lenne forrásokat megvonni országától. Elfogadhatatlan a pénzügyi büntetésről beszélni, az uniós politikusok nem zsarolhatják Lengyelországot, a zsarolás ugyanis nem lehet politikai eszköz, mondta a lengyel miniszterelnök. Manfred Weber néppárti frakcióvezető szerint Lengyelország közvetett módon felszámolja a saját uniós tagságát. Néhány EP képviselő perrel fenyegette az Európai Bizottságot, amiért nem lép Varsó ellen. Nem hiszem, hogy most lenne itt a normális, komoly párbeszéd ideje, hiszen a lengyel kormány, különösen annak szélsőséges tagjai nem érdekeltek ebben. Őket az érdekli, hogy eltérítsék a lengyel igazságszolgáltatást, mondta egy lengyel szocialista EP képviselő. A lengyel kormánypárt azonban kitart amellett, hogy az uniós intézmények túllépik a hatásköröket. A bizottság megsérti az uniós szerződéseket, ez ellen tiltakozunk, mondta egy konzervatív politikus. A lengyel jogállamisági ügyről valószínűleg nagy vita lesz a csütörtökön kezdődő brüsszeli uniós csúcson. Mark Rutte holland kormányfő például a Lengyelországnak járó helyreállítási pénzek befagyasztását kérte.